Hétfőtől az eddigi 22 óra helyett már 20 óra után kérik az oltási igazolványokat a vendéglátóhelyeken, és a korlátozás ezúttal a játéktermekre is vonatkozik. Ja sam bio nezdovoljni sa 22, ja sam sad nezdovoljni s ovih 20 časova. Ne znam, ja to tako povećanje, odnosno kao pooštravanje mera na kašičicu, nije mi jasna suština. Znači, ja mislim da je to trebalo da važi 24 časa. Közben a járványügyi szakorvosok már a Delta Plus variáns szerbiai megjelenésétől tartanak, amit már a szomszédos Horvátországban is izoláltak. Vírus je tu, samo je pitanje trenutka kad će dijagnostičari, kliničari, pre svega virusolozi, imunolozi, reći da on je tu i zvanično da potvrde. Jednostavno samo treba reći da ne treba praviti paniku. Sve su karakteristike i ovoga virusa slične svim onim prethodnim, s tim što on ima nek, barem prema onome što je do sada objavljeno, da je 10-15% veća zaraznost. A válságstáb az eredetileg tervezett 4 napos őszi szünetet is meghosszabbította. Így a hétvégékkel együtt 9 napig maradnak otthon a diákok. A szakemberek azt remélik, hogy ezáltal valamelyest csökken a koronavírus terjedése a tanárok és a gyerekek körében. Vicsek Anna Mária, oktatási államtitkár szerint az is gondot okoz, hogy sok tanügyi dolgozó elutasítja a védőoltás felvételét. Jelenleg még a 60%-ot sem éri el a tanárok beoltottsága. Szétnézhetünk egy picit más országokban is, hogy olyan esetekben, amikor a tanároknak a beoltottsága, és itt most azt is lehet mondani, hogy a 12 évnél idősebb gyerekek, tehát már a középiskolás gyerekek is beoltathatják magukat, minél több lesz a beoltott gyerek, annál kevesebb lesz a megbetegedés, és annál inkább járhatunk mindannyian rendesen iskolába. Az oktatási államtitkár hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy amikor a gyerekek visszakerülnek az iskolákba, mindenki betartsa a járványügyi előírásokat, elsősorban a maszkviselést és a gyakori fertőtlenítést.